Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Nagyon kellemes szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdődik a Beszóló, egészen 5 óráig tart majd a műsor, a szerkesztő Tóró Nikolát. A mai témánk apropóját a film miniszterelnök adja. Biztosan Önök is találkoztak a hírrel, hogy július elején a finn miniszterelnök, egy hölgyről van szó, egy fiatal hölgyről, 36 éves, megjelent egy rockfesztiválon, rövidnadrágban, és hát fesztiválozott, egyszerűen bulizott egyet. Aztán egy különböző videók kezdtek kiszivárogni róla, hogy mi minden történt ezen a bulin, illetve aztán egy másik bulin, de itt például aztán kiderült, hogy fekete felsőben, fehér nadrágban látható táncol, énekel, ugye ez is egy kiszivárgott videón, és aztán utána például a sajtó azzal indokolta a felvételnek a közlését, hogy ha bár nem tudni, hogy hol és mikor készült a videó, hát mégiscsak a miniszterelnök van szó, és hogy egy miniszterelnöknek így nem szabad viselkednie, mert hogy ez nem lehetséges. A miniszterelnök ugyan egyébként egy sajtótájékoztatón reagált is erre a videóra, úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen rosszul érzi magát attól, hogy nyilvánosságra került a videó, cáfolta, hogy drogot fogyasztott volna, úgy fogalmazott, hogy táncoltam, énekeltem, bulisztam, minden teljesen jogszerűen, egy hosszú estét töltöttem a barátaimmal, közepes mennyiséget ittam is, semmilyen takargatnivalóm nincs. Ezzel kapcsolatban nekem is van családi életem, szakmai életem, és természetesen szabadidőm is, amit a barátaimmal töltök. Aztán utána jött még egy felvétel, egy fővárosi bárban kapták lencse végre, ott táncolt, hát és ott mindenféle egyéb is történt. Na de kezdjük innen, és ez lesz a mai témánk, hogy szabad-e egy politikusnak ilyet csinálni, nem csak politikusnak, miniszterelnöknek, és van-e különbség például a között, hogy egy nőről, vagy akár egy férfiről van szó, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas a téma, már csak azért is, mert az ügynek nemzetközi, nagyon-nagyon komoly nemzetközi vízhangja is lehet, majd erről is fogunk beszélgetni a műsorban. Úgyhogy hát ez a fő kérdés, és Dúró Dúrával, az országgyűlés alelnökével, a Mi Hazánk elnök helyettesével kezdjük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ön mit szól ehhez a történethez? Csinálhat egy ilyet egy miniszterelnök, bulizhat így ilyen formában, vagy nem? Ön hogy látja? Hát természetesen a politikus is ember, és furcsa és álszent dolog lenne azt mondani, hogy mondjuk attól, hogy valaki miniszterelnök, attól például ne fogyasszon alkoholt, vagy ne bulizzon. Sőt, hogyha tovább megyünk, most van vége a strandszezonnak, talán az utolsó meleg nyári napokat éljük, egy politikus is mondjuk fürdőruhába megy el egy strandra, ez teljesen természetes, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen belefér. A miniszterelnök is bulizhat természetesen, tehát nem gondolom, hogy bármilyen extra dolog történt volna ebben az esetben, ami miatt a sajtónak ennyire kell ezen csámcsogni. Más kérdés, ha például a Szájer ügyre, vagy a Borkai ügyre gondolunk, ahol ugye Szájer esetében drogfogyasztás is történt, illetve hát olyan eseményen vett részt, amely mondjuk a Fidesz politikájával homlok egyenest ellentétes, illetve Borkai Zsolt esetében is tudjuk, hogy azért egész másról volt szó. Hogyha egy politikus betartja a törvényeket, és úgy szórakozik a barátaival a szabadidejében, abban semmi kivetni valót én magam nem látok. Tehát akkor, ha jól értem, attól függ, hogy vagy az is számít, hogy mit csinál a barátaival, vagy milyen típusú, hogy mondja, bulin vesz részt, ennek van jelentősége? Szerintem van jelentősége, hogyha az ember hiteles akar lenni politikusként. Tehát, hogyha egy párt, egy politikus arról beszél, hogy ő a családokat akarja támogatni, és a családokra akarja építeni az ő jövőjét, akkor a magánéletében is igyekeznie kell ehhez tartania magát. Természetesen nem török pálcát senki fölött, akinek a magánélete vagy a család élete nem úgy sikerül,
kívül bármilyen ok miatt, ahogyan mondjuk az egy ideális családmodell lenne, de azért mondjuk Szájer József esetében egy óriási eltérésről volt szó. De mit gondol, hogy akkor mi lett az oka, hogy ekkora vízhangja lett ennek a történetnek? Hát ugye itt nagyon sokan szolidaritásukat fejezték ki, a miniszterelnöke politikailag is megosztotta egyébként az embereket, vagy éppen friss hír, hogy egyfajta, hogy itt fogalmaztak a sajtóban, parti fotóban szállt be például Hillary Clinton ebbe az egész történetbe, ebbe a szabad a miniszterelnöknek bulizni típusú vitába. Tehát ez nagyon komoly politikai visszhangot gerjesztett. Mi lehet akkor ennek az oka? Nyilván szokatlan, hogy ilyen felvételeket látunk miniszterelnökökről, vezető politikusokról, mert mondjuk az elmúlt 30 évben nem csak Magyarországon, hanem sehol máshol ez nem volt jellemző. Nyilván a technika fejlődése is hozzáért magával, hogy az ember egy mobiltelefont előkap a zsebéből, és akkor tud kép- és hangfelvételeket készíteni. Másrészt függetlenül attól, hogy valaki miniszterelnök vagy nem, az már viszont szerintem, ami ezen a bizonyos harmadik felvételen nyilvánosságra került, hogy az asztal tetején elég provokatív módon táncolt a finn miniszterelnök, az már viszont ízlés dolga, hogy az ember mit gondol erről, hogy ezt egy nő megteheti-e akár csak 10-15 ember társaságában, ez mennyire ízléses, mennyire nem. Vagy még egy szempontot behozok, főleg a liberális politikusok szokták azt kifogásolni, hogy a nőket tárgyiasítják a politikában, vagy a közéletben, a közbeszédben, és hát ebből a szempontból is azért a finn miniszterelnök itt kvázi magát tárgyiasította ezzel a tánccal. Tehát azért nagyon sok vetülete van mindennek, de ez, amiről most beszéltem, ez szerintem független attól, hogy ő miniszterelnökként csinálja ezt, vagy nem. Az a kérdés, hogy bármilyen szerepben lévő 30-as éveiben járó nő megteheti-e ezt, amit ő megtett. És mit gondol, ha mindez mondjuk Magyarországon történt volna, mondjuk egy magyar, ha nem is miniszterelnökkel, de mondjuk ismert magyar politikus nővel, és hangsúlyozom most a nőt, ismert, hogy ennek is van talán ennek jelentősége. Mit gondol, hogy hogyan fogadta volna a közvélemény, vagy hasonló hullámokat gerjesztett volna, vagy el tudja ezt képzelni? Szóval, ha egy picit áthelyezzük ezt a történetet magyar viszonyok közé, az hogyan? Hogyan hatott volna? Magyarországon is azért szokatlan, hogy ilyen szerepben lássunk politikusokat, sőt, talán nem is nagyon volt rá példa. Itt még egyszer mondom, a Szájer és a Borkai ügy azért más, mert ott törvénytelenségek is történtek, meg más körülményekről volt szó, de én arra számítok a későbbiekben, pont azért, mert most már sokkal egyszerűbb és könnyebb rögzíteni ezeket a helyzeteket, hogy azért fogunk még ilyeneket látni. Tehát azért beleférhet egy. Még egy dolog, ami szintén ugye Magyarországon aktualitás volt, és tulajdonképpen félig meddig ehhez kapcsolódik, amivel Magyarország került be egyébként a nemzetközi sajtóba, és ez az elmi szemvevőszéknek a jelentése. Ugye itt, hát most leegyszerűsítve tulajdonképpen ebben a jelentésben ugye arról volt szó, hogy hogyha túl sok diplomás a nő, akkor az csökkenti vagy csökkentheti a házasságok számát és a gyerekvállalásnak az esélyeit. Azért ez is egy érdekes történet volt, egy érdekes következtetés levonása. Ön hogy gondolja, hogy ez például, ha összevetjük az előző történettel és a nők helyzetével, ez mennyire férhet bele, vagy hogy jön ez most? Hát ez elég felháborító volt ez a megállapítás, ráadásul a meggyőződésem az, hogy ez nem is feltétlenül igaz. Az igaz, és azt látjuk a évtizedek óta nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában, hogy a diplomaszerzése, illetve a felsőoktatásban nőknek a tömeges megjelenése, az a gyermekvállalás időpontját kitolja, illetve kitolta. Tehát az, hogy Magyarországon nagyjából 30 éves korra körül szüli meg egy nő átlagosan az első gyermekét, az összefüggésbe hozható azzal, igen, hogy 23-25 éves korukig akár az egyetemi padot koptatják, de ez nem probléma, hanem a 21. században nekünk olyan megoldást, és elsősorban a politikának, a kormánynak kellene olyan megoldást nyújtani, hogy a diplomaszerzés és a munkavállalás az ne zárja ki azt, hogy valaki anyává válik, gyermeket vállal, családot alapít. És ebben a magyar kormánynak a családpolitikája rendkívül elmaradott, hiszen nem veszi tudomásul, vagy mintha nem venné tudomásul, hogy megváltoztak a nőknek a lehetőségei, akár a tanulás, akár a munka
munkaerőpiac tekintetében, de azt az egyensúlyt, amire szükség lenne, azt még mindig nem sikerült megteremteni. Tehát ez egy valós probléma, hogy a gyermekvállalás időpontja kitolódott, és erre társadalmi politikai válasz Magyarországon még nem érkezett a kormány részéről, hogy a munka és a család, vagy az egyetemi élet és a család összeegyeztetése az hogyan sikerülhet egy Sőt, hát ráadásul itt ugye azzal indokolják ebben a jelentésben, itt az első részében ugye arról van szó, hogy 2010 és 21 között minden évben több nő nyert felvételt a felsőoktatásban, mint férfi. Itt a számok alapján 2022-ben már az őszi tanévről beszélünk, ugye 54,5% a nő aránya, és a férfi hallgatók sokkal nagyobb arányban morzsolódnak le, és a gimnáziumban is több lány jár. Tehát ezeket a tendenciákat veszik végig, és aztán ugye jön itt a pedagógus szakma elnőiesedése, a tanárok 82%-a nő, stb. Nyilván látta ezeket a számokat, folyamatokat, és ugye erre alapozódik, hogy tulajdonképpen hát nézzünk körül ezek a számok. Valóban ez a társadalmi robbanás, vagy a nőknek az előretörése az oktatásban, az megtörtént, és egyre inkább az várható, hogy tovább fog erősödni. De még egyszer mondom, a magyar kormánynak az lenne a feladata, és az állami számvevőszéknek is szerintem, ha már egy ilyen jelentést vagy beszámolót kiadnak, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehet ezen segíteni. Még Kopp Mária kidolgozta például a család barát felsőoktatásnak a modelljét, amelyet azóta sem vezetett be a kormány, és semmilyen lépés nem történt ebbe az irányba, pedig ez egy több nyugat-európai országban is egyébként működő modell lenne. Másrésztről Magyarországon a gyermekvállalás az, ami valójában a nőknek a munkavállalását visszaveti, tehát egy gyermektelen nő ugyanúgy be tud futni egy olyan karriert, mint egy férfi. A férfiaknál ugye mindegy, hogy gyermeke van vagy gyermektelen, ott nem történik a munkaerőpiacon semmilyen hátrány. A nők esetében, amikor megszületik a gyermekük, akkor történik egy kvázi törés a munkavállalásukban. Nem csak azért, mert otthon vannak a gyermekkel 2-3 évig, hanem azért is, mert utána nehezen tudnak visszamenni, pláne ugyanabba a pozícióba. Tehát, hogyha ebben érdemi változás sikerülne elérni, az segíteni azt, hogy a jól képzett nők is időben vállalnának gyermeket. És még egy utolsó dolog itt a végére, hogy egyébként írnak itt a jelentésben arra, hogy a jelenség következményei, hát milyen kutatást igényelnek, és hogy az eredmények függvényében majd különböző intézkedéseket kell hozni. Csak éppen az, hogy milyen irányba indul ez a történet, az az érdekes, és kíváncsiak a véleményére, azt írják, hogy ugye a nők érdekeltek abban, hogy a férfiak jól teljesítsenek és sikeresek legyenek, és amennyiben a fiús tulajdonságok, mert ugye itt voltak ilyen fiús-lányos tulajdonságok kibontakozása hátrányt szenved, az gazdasági károkat okoz. Ezt tudjuk értelmezni ezeket a következtetéseken? Hát azt tudom ehhez hozzátenni, hogyha a nők sikeresek abban, hogy vagy a nők érdekeltek abban, hogy a férfiak sikeresek legyenek, fordítva is igaz, a férfiak pedig érdekeltek abban, hogy a nők sikeresek legyenek, és hogyha egy nő azt tekinti sikernek az életében, hogy ő kizárólag a gyermekneveléssel szeretne foglalkozni, akkor a kormánynak kötelessége megteremteni ennek a megfelelő anyagi feltételeit, amely biztonságot jelent számára, de hogyha egy nő pedig úgy dönt, hogy ő gyermekvállalás mellett munkahelyen is szeretne dolgozni, akkor ennek a főleg logisztikai és munkaerőpiaci eszközökkel való segítésével ehhez kellene hozzájárulni a kormánynak, de ennek mind a két lába hiányzik Magyarországon. Igen, azt hiszem, hogy lesz még miről beszélgetni ezzel kapcsolatban. Dúró Dórának köszönöm szépen, Mi Hazánk elnök helyettesének, hogy tudtunk beszélgetni a témáról. Köszönöm önnek, viszont hallásra, minden jót. Viszont hallásra. Mi pedig ezt a témát folytatjuk rögtön, méghozzá Momentum politikusával, parlamenti képviselőjével, Tóth Endrével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a nézőket, hallgatókat! Hallgatók, hát egyelőre csak hallgatjuk. Igen. Ugye két fő téma van itt, és a finn miniszterelnök történetével kezdenénk. Ugye az a fő kérdés, és itt Dúró Dórával is ezt boncolgattuk, hogy mit gondol arról, hogy miért lett ez ekkora nagy, tehát miért kapott ekkora nagy vízhangot a finn miniszterelnöknek a bulizós videói, és tulajdonképpen ugye itt már beszélgettünk adás előtt is, hogy még drogtesztet is csináltatott
hivatkozott a miniszterelnök, mondván, hogy bebizonyítsa, hogy ő csak, és most a csakot idéző tettem, ő most csak bulizott, és semmi olyat nem tett, ami törvénytelen lenne, hogy ezt egyébként többször el is mondta. Szóval mi lett az oka, ha ez ekkora visszhangja volt? Hát őszintén szóval én ezt nehezen tudom megérteni, hiszen semmi olyat nem tett, ami törvénybe ütközne, vagy bármilyen megítélésre tarthatna számot. Tehát én csak arra tudok gondolni, hogy itt a nők is, különösen a fiatal nők néha más mércével vannak megítélve a politikában, és ennek lehet a következménye, hogy Finnországban ez ekkorát megy, és az egész világon gyakorlatilag ez hír lett. Hiszen hogyha mondjuk gondoljunk bele, egy hasonlókorú férfi bulizott volna és táncolt volna, akkor nem hiszem, hogy itt Magyarországon erről tudtunk volna, hogy a finn, nem tudom, belügyminiszter, aki történetesen férfi, milyen mozdulatokat tett egy átmatott iszka során. Tehát szerintem ez ennek tudható be, és... Na várjon, tehát az annak tudható be, hogy nőről van szó? Hát, hogy más elvárások vannak, uh-huh. Szerintem egy fiatal nő tekintetében, ha magas pozíciót tölt be. Tehát, hogy egyszerűen kevesebbet fogadnak el tőle, és nem nehezebben fogadják el azt, hogy neki is van egy magánélete, ahol szeretne megélni azt a szerepet, amit egy fiatal, 30 éves nő megtesz egyébként, és néha elmegy szórakozni a barátaival, néha fogyaszt alkoholt. Uh-huh. Tehát, hogy tehát elvileg... én ezt gondolom. Ugyanúgy kellene a politikusokat ilyen szempontból megítélni, mint aki nem politikus, hogy így fogalmazom, tehát hogy nem kellene, tehát akkor nem kell különbséget tenni ebből a szempontból. Hát nyilván a politikus, különösen, hogyha mondjuk miniszterelnök vagy olyan közhatalma gyakorló tisztséget tölt be, akkor ő nagyobb felelősséggel bír. Ennek függvényében mondjuk illegális tevékenységet, vagy olyan dolgot, ami veszélyeztetné a rábízott feladatok ellátását, ezt nem szabad végeznie, de azt gondolom, hogy a finn miniszterelnök asszonyért nem tett. Uh-huh. Tehát az, hogyha egy szabad napján valaki bulizik a barátaival, és alkoholt fogyaszt, és drogot nem fogyaszt, tudjuk ugye a teszt negatívet, akkor nem követett el semmi olyat, ami befolyásolná az ő megjelenését, vagy a hatalomnak a gyakorlását. Hát ugye ehhez képest ez a, nem is a minek neveze esemény, mert sokan ugye botránynak hívják, azért nem akartam ezt a szót használni, de ez az esemény, hát óriási hullámokat gerjesztett egyébként ott Finnországban is, hiszen most már ennek következtében a szakmaiságát is kétségbe vonják, mondván, hogy ha így tud valaki viselkedni, akkor a hitelességét is kétségbe vonja mindez, mert hogy akkor miniszterelnökként talán nem biztos, hogy megállja a helyét. Tehát ez a két oldal, vagy ez a két szelet, ez most már mintha egy irányba mutatna. Igen, mutatta. Hát én azt gondolom, hogy ez egy lejárató kampány ott a finn ellenzék részéről. És ez abból indulnak ki, hogy a miniszterelnök szerep, ami az emberek fejében van, ez egy komoly tisztség, és mondjuk egy bulizó fiatal lány, az pedig egy nagyon másik véglet az emberek fejében. Tehát és ezzel a képpel, amit ugye ezekben a videókban látunk róluk, próbálják rombolni az ő komolyan vehetőségét, komolyságát, megbízhatóságát. De én azt gondolom, hogy ez nincs ilyen szinten összefüggésben, tehát hogy a politikusnak is van magánélete, és ott, amíg nem csinál illegális dolgokat, nem csinál olyan dolgokat, amik befolyásolnák az ő józan ítélő képességét a következő munkanapon, vagy az ő nem válik mondjuk zsarolhatóvá, akkor azt nyugodtan tegye meg. És én azt gondolom, hogy amit a finn miniszterelnök tett, az még ebben a kategóriában tartozik. Tehát uh-huh. És politikailag... Ő is azt mondja, nincs mit szégyelnie, hogyha uh-huh. jól tudom, tehát és én is így gondolom. Egyébként politikailag ez mennyire, hogy fogalmazok, használható ki? Akkor így kérdezem, és ugye azt is látta nyilván, hogy nagyon sokan kvázi be is szálltak ebbe a vitába, nagyon sokan ilyen buli videókkal vállalnak, meg vállaltak szolidaritást a finn miniszterelnöke, már mint nők, vagy itt van Hillary Clinton, hát aki már nem annyira fiatal, de ő is például egy ilyen parti fotót tett közé, és ő is szolidaritásáról fejezte ki a finn miniszterelnököt, tehát egyfajta politikai térbe került ez az egész ügy. Igen, hát azt gondolom, hogy ez egy olyan vizuális kép, ugye, ami előttük van, tehát hogy tényleg valóban meglepő ebben a pozícióval látni egy miniszterelnököt. Hasonlónak gondolom, mint amikor Fekete Győr András kirakta a képét a hordozós kisfiával. Az is ugye nagyon hasonló reakciókat váltott ki, és akkor szolidaritási reakciók jöttek erre. Tehát én hasonló kategóriába tenném a kettőt, tehát hogy egy olyan támadás áldozatai, mint Fekete Győr András, akkor ugye Rákai Filip részéről, mind a
finn miniszterelnök az ellenzéke részéről, ami gyakorlatilag minden alapot nélkülöz, és valójában nem kéne ezért senkit támadni, hogy mondjuk szórakozik, jól érzi magát, vagy éppen hordozóba hordja a kisfiát férfiként. Mit gondol egyébként, ha már Magyarországot említette, hogy mi történne, hogyha mondjuk ugyanez a helyzet Magyarországon egy magyar politikussal, ismert politikussal, politikus nővel történne meg? Hát, hogyha ugyan nagyon sóhajtott. Az... Nem, csak eszembe jutott, hogy azért sok politikus láttam már azért partizni, mivel én is járok táborokba. És látja, ha kiszivárgott volna, akkor lehet, hogy másképp, más helyzet lenne most, ki tudja. Ki tudja, de ez is mutatja, hogy mennyire kettős mérce van szerintem a társadalom, hiszen én férfi politikusokat nagyon vállalhatatlanul részeg állapotban már láttam. Uh-huh. Nyilván nem munkaközben, hanem ilyen szórakozási alkalmak esetében. De azt gondolom, hogy semmilyen érdemi szenzáció nem történt volna, hogyha ezek a dolgok kiszivárognak. Míg egy nőnél ez lehet, hogy másként alakult volna. Tehát, hogyha egy ellenzéki képviselőnőről egy ilyen videó kikerülne, én gyanítom, hogy a Fidesz médiája, a propaganda sajtó az valószínűleg ráugorna, és csak úgy, mint a finn ellenzék, a magyar kormánypárti nyilvánosság is próbálna megkövezni ezt az ellenzéki szereplőt. Fordított esetben én nem feltétlenül látom ezt, hiszen ahogy most is az ellenzéki megnyilvánulók ezt normálisnak tartják, tehát hogy nem tudom, mondjuk Dunai Mónika, a Rákosmenti képviselő ereszdel hajamot játszana egy éjszaka, nem hiszem, hogy bárkinek problémája lenne ezzel az ellenzékben, inkább sokkal inkább a tevékenységével vagy a szavazataival vannak mondjuk problémáink. Uh-huh. És még egy mondatot beszéljünk már az állami számvevőszéknek a jelentéséről, itt a nyilván ön is látta ezt, mert itt is ugye felvetődött a kettős mérce kérdése, már mint azzal kapcsolatban, hogy a jelentésük szerint ugye túl sok diplomás nő miatt csökkenhet a házasság, vagy akár a gyermekvállalás esélye, azért eléggé kivert a biztosítékot ez az állítás is. Ön hogy látja, hogy egyáltalán hogyan vetődhet föl egy ilyen következtetés? Hát nyilván van egy ilyen világtrend, ugye, hogy a nők egyre képzettebbek, ugye egyébként a férfiak is. Szerencsésebb országban, Magyarországon amúgy ez a képzettség növekedése stagnál az utóbbi évtizedben, úgyhogy egyébként ez nem mindenhol van így. És azért a végzettség növekedésével nyilván később vállalnak a gyereket a nők, tehát lehet egy ilyen faktor benne, de azt gondolom, hogy ez a kutatás, én egyébként volt szerencsém, vagy hát szerencsétlenségem beleolvasni és átolvasni ezt az eredeti kutatást is, nagyon tudománytalan. Tehát ez a legnagyobb problémája benne, hogy olyan állításokat tesz, amik egyszerűen nem tényszerűek, nem magyarázhatók, és látszik, hogy nem társadalomtudósok dolgoztak. Mire gondol, ami nem tényszerű? Hát például azt, hogy férfias és nőies tulajdonságokba kategorizálni olyan dolgokat, mint kreativitás vagy szorgalom. Tehát lehet azt gondolni, hogy mondjuk megkérdezni az embereket, ahogy a kutatás is tette, hogy mondjuk önök szerint ki a szorgalmasabb, a férfiak vagy a nők, de ennek olyan sok jelentősége nincs, és én nem hivatkoznék rá így egy tanulmányban egyáltalán, hogy akkor ez egy férfias vagy nőies tulajdonság, hiszen tudjuk, hogy mind a két nem tagjai között lehetnek szorgalmasak, és nagyon lusták is, tehát hogy és így be vannak sorolva ezek a tulajdonságok, tehát én azt gondolom, hogy ez tudományos alapot nélkül ez a módszertan, ahogy ezt végezték, ezt a kutatást, a szóhasználat, ahogy ők dolgoznak, és ezzel a probléma, hiszen olyan irányba tereli az egész tanulságait ennek a dolgozatnak, ami például arról a problémáról teljesen fals képet mutat, ami valóban egy probléma, hogy a közoktatásban nagyon kevés a férfi tanár. És ez egy valós probléma, hiszen tanárok 82%-a nő. Igen. Tehát egy valós probléma lett, hiszen a fiúk még nem találnak a saját nemükből példát a tanári karban, és azért ebben a érzékeny korszakban még a saját nemmel való azonosulás és a saját nemmel való példaképek választása szerintem elég jellemző. És különösen, hogyha valaki egy olyan családból jön, ahol mondjuk az apa nincsen jelen, elváltak a szülei mondjuk, ott nagyon fontos lehet egy férfi tanárnak a befolyásoló szerepe, és megmutatva azt, hogy érdemes tanulni. Tehát, hogy maga az alapfelvetésben van valami, de ezáltal, hogy ennyire tudománytalan az egész dolgozat, ezáltal teljesen egy ilyen átpolitizált térbe rakta ezt az elemzést, úgyhogy nagyon szerencsétlennek gondolom, mert tényleg egy olyan
problémáról tereli le a tudománytalanságával a figyelmet, amiről érdemes lenne beszélni. Hát beszélünk majd még mindenképpen, azt hiszem, hogy a téma az adja magát, és lesz miről beszélgetni. Minden esetre most köszönöm szépen Tóth Endrének, a Momentum politikusának, hogy erre volt ide, és tudtunk beszélni. Köszönöm szépen önnek. Viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Folytatjuk már is a beszólót, egészen 5 óráig tart a műsor, a szerkesztő pedig Tóró Nikolát. Picit női férfi kérdésekről beszélgetünk ma, és az apropót a finn miniszterelnök esete adja. Ugye erről beszélgetünk a műsor első felén is, akiről hát egyfajta parti videók jelentek meg, illetve először egy rockfesztiválon jelent meg rövidnadrágban és egyfajta ilyen fesztiválozó hangulatban, aztán utána különböző videók szivárogtak ki, ahogy bulizik a barátai barátai társaságában. Azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy táncolt, énekelt, bulizott, és minden teljesen jogszerűen tett, és semmi másról nincs szó, mint hogy egy hosszú estét töltött a barátaival, ivott is alkoholt, aztán utána drogtesztet is csináltatott, szóval óriási visszhangja volt, visszhangja van, azt hiszem még jelenőben is mondhatom. Ennek a történetnek és ennek az egész jelenségnek a hátterét próbáljuk meg egy picit átbeszélni. Most Pető Andrea történész segítségével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Na kezdjük már akkor, mit gondol, hogy mi lehet az oka annak, hogy ekkora visszhangja van egy idézőjelbe vett parti videónak, ahogy egy miniszterelnök táncol és bulizik a barátaival? A miniszterelnök, tehát egy választott közfeladatot ellátó személlyel szemben mindenféle elvárások fogalmazódnak meg, és ez a politikusi szakmával kapcsolatban elvárt viselkedési normákat kérnek számon a különböző politikusoktól. Tehát az rendben van, hogy valaki zárt ajtók mögött mit és hogyan csinál, de abban a pillanatban, hogy ezt nyilvános térben és nyilvánosan csinálja, abban a pillanatban sok százezer milliónyi szem lesi, és véleménye van erről a kérdésről. Na ugye, de ugye ez egy zárt... Ugye ez egy nem nyilvános esemény volt, hanem a barátaival bulizott, csak éppen valahogy kiszivárgott ez a felvétel. Most nem a fesztiválozós fotóról beszélek, hanem azok a felvételek, azok ugye egy zárt baráti társaságban történtek. Hogy mi és hogyan szivárok ki 2022-ben, ezt én inkább nem kommentálnám, mert szeretnék hosszú, nyugodt öregséget, és nem azt, hogy elít egy nagy fekete autó. Tehát, hogy mi és hogyan, miképpen szivárok ki, ennek megvan a maga politikája, és ezt én most nem kommentálom. Csak arra gondoltam, hogy nem nyilvános eseményen volt a miniszterelnök, hanem a barátai körében. Tehát ő úgy tudta, hogy inkább akkor úgy mondom, hogy a barátai körében van, és ugye hát aztán így került ez a történet a nyilvánosság elé. Hát a magyar politikai nyilvánosságban sem példanélkül, hogy valaki azt gondolja, hogy csak a barátaival van egy jachton, aztán ez az amaz megjelenik itt ott. Tehát az, hogy a nyilvánosság és a magánszféra egy olyan időszakban, amikor mindenkinél legalább 3 olyan eszköz van, amivel felvételt tud csinálni, azért az egy nagyon törékeny kategória. Tehát oda kellett volna azért figyelnie, ha jól értem, a miniszterelnöknek, és nem kellett volna így buliznia, vagy ha próbálom lefordítani akkor, amit mond. Hát nem hiszem, hogy a finn miniszterelnök a mi tanácsainkra kíváncsi, nekem egy nagyon kedves tapasztalt diplomata azt mondta, hogy nem azt kell figyelni azt, hogy kinek mondja az ember, hanem azt, hogy mit mond. Tehát teljesen mindegy, hogy hol van a holdon, a zárt körű kis körében, vagy éppen a parlamentben, az a lényeg, hogy ott olyan módon kell viselkedni, hogy ezt mindig tudja vállalni. Na akkor térjünk át ide Magyarországra, két dolog, és az egyik már átvezet, hogy mit gondol, hogy mondjuk, ha Magyarországon történne egy ilyen, és mondjuk egy magyar politikus nőről szivárogna ki mondjuk egy ilyen típusú videó, annak lenne következménye, vagy el tudná fogadni a társadalom, vagy belefér ez a mi, hát hogy mondjam, mércénkbe? Hát
Tehát ez kétszeres feltételezés. Egyrészt nagyon kevés politikus nő van Magyarországon, és ez a nagyon kevés politikus nő az egy nagyon komoly szelekciós folyamat eredményeképpen háromszor annyit teljesít, mint a férfi társai, és azok talán van annyi józan eszük, hogy tudják, hogy nem kockáztatják azt az elképesztő munkát, kapcsolati tőkét és gyakran valóságos tőkét, amit belefektettek a politikusi karrierükbe egy lazább estéért. Tehát nem érné meg, hogy így mondjam, hogy bulizzanak ilyen értelemben. Folytassuk akkor az állami számvevőszéknek a jelentésével, mert tulajdonképpen ez a fő témánk, csak kíváncsi lettem volna, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Ugye itt az állami számvevőszék jelentése szerint túl sok a diplomás nő, és emiatt csökken a házasságuk és a gyermekvállalásnak az esélye. Most nagyon leegyszerűsítettem a jelentésnek a lényegét, de nagyjából erről van szó, ugye, hogy az elemzés szerint a nők jelentősen felülreprezentáltak a felsőoktatásban, és ez demográfiai problémákat okoz, meg megnehezíti például a pár találást, a termékenységet csökkenti, ennek a kockázatát növeli. Szóval ezek a típusú megállapítások vannak ebben a jelentésben. Mennyire lehet egyetérteni ezzel? Az, hogy a adófizetők pénzének az elköltésére, elköltését ellenőrizni hivatva, előre kezdtem. Tehát az a szervezet, aminek az a feladata, hogy az adófizetők pénzét óvja, és annak az elköltését figyelje, annak természetesen van egy, vagy lennie kellene egy tudományos osztályának, amelyik különböző elemzéseket készít. Az, hogy ez az elemzést ezt kirendeli meg, és milyen ideológiai keretben vár milyen eredményt, az megint egy másik kérdés. Az világos, hogy Magyarország egy nagyon komoly elszegényedő spirálban van, tehát hogy egyre kevesebb pénz jut egyre kevesebb embernek, és az is világos, hogy ezzel a jelentéssel megpróbálták tesztelni azt, hogy mi lenne a reakció arra, hogyha bizonyos népcsoportokat megpróbálnának kizárni bizonyos állampolgári jogból. Tehát egyelőre a felsőoktatáshoz való jog az egy állampolgári jog, és azt már láttuk a magyar történelemben 1920-ban, amikor szintén hasonló megállapításokat tettek, mert a numerus clausus törvényt az eredetileg a nők felsőoktatásból való kizárására tervezték, aztán később gondolták, hogy másra is remekül fel lehet használni ezt a törvényjavaslatot, hogy mi történik, hogyha egy adott csoportot kizárnak az állampolgárok közül, és az, hogy ezt a szegényedő országban, ugyanúgy, hogy 1920-ban Magyarország egy nagyon szegény ország volt, konfliktusokkal és különböző problémákkal, hogy ez egy ilyen helyzetben mi történik, hogy a különböző csoportokat egymás ellen úrasztják, és egy olyan elemzés lát napvilágot, amiben világosan meghatározzák, hogy ki az a csoport, amelyik felelős különböző amúgy valóban létező társadalmi problémákért, az egyszerűen felelőtlenség. És egyébként, ha innen nézzük, akkor ez a tanulmány ez felvetheti mondjuk a nők tanuláshoz való jogának a kérdését, vagy azt, hogy ezt így számszerűsíteni kell, vagy hogy ilyen tendenciákat okozhat mindez? Vagy hova vezet ez a fajta szemlélet, akkor így kérdezem? Hát a felsőoktatásban folyamatosan vonják ki a forrásokat az elmúlt évtizedekben, nyugodtan mondhatom azt, és ellentétben más országokkal, például Észtországgal, ahol folyamatosan növekedett a felsőoktatásra fordított pénz, a magyar felsőoktatás az folyamatosan forráshiányos. És a felsőoktatásnak lenne egy olyan feladata, hogy segítse a társadalmi mobilitást, lefordítva, aki okos, az boldoguljon. Na most a magyar felsőoktatás az egyik legzártabb és leginkább az elitet újratermelő rendszer, amelyik azt mutatja, hogy itt azért nagyon komoly problémák vannak azzal, hogy mi ki és hogyan boldogulhat, milyen jövőképe van valakinek egy adott társadalomban. Uh-huh.
Érdekesek a számok itt, mert arra hivatkoznak az elemzésben, annak az első részében, hogy 2010 és 2021 között folyamatosan nőtt a nők száma, tehát hogy egyre több nő nyert felvételt a felsőoktatásban, már mint férfi. Itt meg is, vagy olvasható például a 22-es tanév őszi fél évének a számai, és ott azt írják, hogy ugye 54,5% a nők aránya, és hogy a férfi hallgató pedig sokkal nagyobb arányban mózsolódnak le, ráadásul még azt is hozzáteszik, hogy a gimnáziumokban is több lány jár, és hogy a nappali tagozatra felvettek 70%-a ebből a típusból érkezik, és hogy mindebből az következik, hogy ugye eltolódtak a nemi arányok, és például a tanárok esetében 82% a nő. Tehát ezt a tendenciát, és ezt támasztják alá ezzel a magyarázattal. Ezt hogy lehet összeilleszteni ezt a kettőt? Magyarországon a minden, ami a gondoskodással és a tanítással kapcsolatos, annak azt a társadalom leértékeli. Tehát a nővértől a tanárig, az óvó néniken keresztül, ugye ez egy elnőiesedett szakma, és ez beárazza a társadalom, és ezek a gondoskodó, alig fizetett szakmák ide kerülnek be a nők, tehát egy elnőiesedett szakma, és abban a pillanatban egy szakma elnőiesedik, amikor egy szakma elnőiesedik, abban a pillanatban a társadalmi presztízse és a pénzbeli megbecsültsége is csökken. Tehát mondjuk az az adat, amelyik azt mondja, hogy ugye sokkal több nő van mindig a felsőoktatásban, de ez azért van, mert bizonyos szakok azok tömegszakok, tehát tömegesen lenne igény tanárra, ha lenne, tömegesen lenne igény különböző segítő szakmákra, de viszont, hogyha megnézzük azokat a szakokat, amelyikkel nagy presztízsű és sok pénzt lehet megszerezni, ott azért a férfiak többségben vannak. Tehát mondjuk a különböző pénzügyel kapcsolatos, vagy a közgázon, vagy a jogi egyetemen sokkal több férfi van, mint ő. És akkor azt is látjuk, hogy amikor ezek a nők, ugye, akik többen vannak, mikor bekerülnek ugye általában a felsőoktatásba, és amikor az felmerül, hogy mi történik a végzés után. Akkor azt látjuk, hogy valahogy ezek a lányok úgy megbutulnak, mert a férfiak azok, akik magasabb pozíciókba kerülnek, a férfiak lesznek azok, akik a nők fölött különböző vezető pozíciókhoz jutnak, és ők lesznek azok, akik a tudományban is doktori ösztöndíjakhoz, illetve majd később professzorsághoz jutnak. Tehát azért ez egy nagyon rendkívül árnyalt kép, amit a jelentés így összemos, pont azért mossa össze, mert hogy az a célja, hogy egy előre meghatározott ideológiai célnak megfeleljen. Uh-huh. És mit gondol egyébként, hogy ezek a sémák, amiket itt említett, ezek miért úgymond maradnak még mindig benne a társadalomban? Tehát miért nem változik ez az idő folyamán? Önnel is, meg persze másokkal is beszélgettünk már erről más apropó kapcsán, és valahogy mindig idejük adunk ki a végén, hogy ezek a fajta tendenciák, ezek valahogy annyira bemerevettek, hogy mintha soha nem változnának meg. De lehet, hogy rosszul látom. Az, hogy a magánélet, közélet összekapcsolása, tehát az, hogy hogyan lehet boldog, kiegyensúlyozott magánéletet is élni, miközben valaki pénzt keres, és közben a gyerekeket nevelni, ez a modernitásnak a legfontosabb kérdése, és erre különböző válaszok születtek. Az egyik legjobb válasz erre a működő, jól működő szociáldemokratákkal által vezetett szociális állam, amelyik működő intézményekkel segíti az állampolgárokat, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak. Tehát ez a tanulmány ez azért végtelenül erkölcstelen, mert valóban egy létező problémáról beszél. Ez a létező probléma, ez amióta a nők egyetemre járnak, illetve beküzdözték magukat az egyetemre Magyarországon 1895-ben, hogy sikerült elérniük, hogy elfogadták, hogy a férfi agy és a női agy nagyjából egyforma. Attól kezdve ez egy probléma, és erre különböző megoldási javaslatok születtek, de ez mind pénzigényes. Ellentétben azzal a javaslattal, amit ez a tanulmány javasol. Ez a tanulmány ez azt javasolja, hogy nem kell
adófizetői pénzt beletenni abba a támogató hálózatba, ami lehetővé tenné azt, hogy a nők nyugodtan rábízzák a gyerekeiket egy jól működő oktatási rendszerre, óvodai rendszerre, vagy akár bölcsödére, nem kell pénzt beletenni egy olyan gondoskodó rendszerbe, amelyik az időszülőket méltó körülmények közepette gondolja, hanem egymás ellen kell a különböző társadalmi csoportokat úszítani, zéró összegű játszmának tekinteni a felsőoktatást, azaz, ha nők nyernek, mondja a tanulmány, akkor a férfiak vesztenek. Tehát egy ilyen típusú retorikával egymásnak lehet ugrasztani különböző népcsoportokat, ahelyett, hogy egy újfajta elosztási rendszer keretében mindenki, aki rászoruló, kapna lehetőséget, hogy a képességének megfelelően kiteljesített boldog életet éljen. Tehát akkor ezt tulajdonképpen, ha most nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez a pénz az oka? Vagy az anyagi befektetés, ráfordítás? Most már tényleg nagyon leegyszerűsítve? Ja, a lény határozza meg a tuda, mondta ugye Brecht, de hogy az biztos, hogy egy pénz, biztos, hogy egy olyan országban, ahol ilyen nagyon komoly gazdasági problémák vannak, körbenéznek azok, akiknek az a dolguk, hogy körbenézzenek, és megnézzük, hogy honnan lehetne különböző forrásokat elvonni. És az világos, hogy a felsőoktatás, aminek rendkívül alacsony az érdekérvényesítő képessége, az elmúlt évtizedekben folyamatosan az a terület volt, ahol megtalálták azokat a pénzeket, ahonnan, amiket el lehet vonni. És az is biztos, hogy a kormánynak van egy úgynevezett népesedés politikája, és ez a népesedés politika, ez azt jelenti, hogy a nőkre van rálőcsölve minden felelősség és minden feladat ezzel kapcsolatban, és akkor azok a teljesen félreértelmezve különben a nemzetközi demográfiai trendeket. És ez a kettő most itt összekapcsolódott ebben a jelentésben, és ezért lett ilyen nagyon nagy vízhangja, mert azért nagyon sok lányos szülő van itt, aki rémülten olvassa azt, hogy lehet, hogy az állam beleszól abba, hogy az határozza meg valakinek az egyetemi karrierjét, meg hogy mennyi pénzt fog keresni, hogy milyen nemmel született. Ugye, és nagyon érdekes, amit mond, és ha csatlakozzak még ehhez, mert ugye az is benne van ebben a jelentésben, ugye azt is írják, hogy kell egy oktatási stratégia, amely hát felkészít itt a felnőtt korra, és hogy indokoltnak tartják azt, hogy ugye itt különböző intézkedéseket hozzanak, és ahogy ön is már célzott. Hát ez a nagy probléma, hogy ahogy én ismerem a nemzeti együttműködés rendszerét, ez az intézkedési terv már ott lapul valakinek a fiókjában, és ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy mikor fog ez onnan előbukkanni, és annyi gombot fagylalt lenne, ahány oktatás stratégiát az elmúlt 30 évben a különböző emberek meg intézmények és politikusok és politikai pártok és think tankek és nem tudom micsodák csináltak, akkor nyithatnék egy fagyvaltozót. De az biztos, hogy a magyar felsőoktatás rettenetes állapotban van, és az is biztos, hogy ezt stratégiákkal nem lehet megoldani, csak nagyon-nagyon sok pénzzel. Tehát pénz mindenképpen kellene hozzá, és szemléletet lehet formálni egyébként? Most arra célzom, és kíváncsi vagyok ez ügyben, mit gondol, hogy például az, hogy a nők ezzel kapcsolatban hát kevéssé, nyilván volt társadalmi elégedetlenség, félreértésnyesség, tehát nem azt mondom, tényleg nagyon sokan felemelték a hangjukat, de hogyha arra gondolok, hogy nők, vagy női szervezetek, vagy olyanok, akik mondjuk esetleg egységesen tudnák képviselni a nőknek az érdekeit, az ő hangos, hogy mondjam, ellenkezését nem annyira lehetett hallani, vagy ilyennel én legalábbis annyira nem találkoztam. Ezt minek tulajdonít? Mi lehet ennek az oka? A magyarországi nőszervezeteket ezer oldalról nyomják, csavarják, elnyomják és gyötrik. És nem biztos, hogy a nőszervezeteknek az a feladat, hogy minden egyes felháborító lépés kapcsán ők legyenek a társadalom hangjai, mert nem ártana, hogyha a társadalom tagjai is felemelnék a hangjukat, és
teljesen irreális elvárás az, hogy a nőszervezetek oldjanak meg minden problémát, tekintettel arra, hogy a kormányzat nem tekinti partnernek ezeket a nőszervezeteket, meg lennének azok az intézményes csatornák, amikben ez a érdekegyeztetés lezajolhatna. Ugye a magyar kormány beadta 3 év késéssel a CIDO jelentést, amelyik a magyarországi nők helyzetéről szól, és ott simán behazudott olyan mechanizmusokat, amelyek az érdekegyeztetést segítik, amik természetesen nem léteznek, és az, hogy ez nem feltétlenül a női szervezeteknek a feladata, mert itt egy elképesztő esélyegyenlőtlenség van a kormányzat és a női szervezetek között, tekintettel arra, hogy egészen minimális pénzekből működnek ezek a szervezetek, amiket jó részt külföldről kapnak, tekintettel arra, hogy belső pénzhez kritikus női szervezetek adófizetői pénzhez nem jutnak. Tehát nem a nőszervezetekre kell lögdösni előre, hogy na, beszélj helyettem, mondjad, hanem itt mindenkinek a maga helyén kellene felemelni a szavát, és főleg azért, mert ez a jelentés is többségből vészi. Nem csak az a probléma vele, hogy ideológiai megrendelésre készül. Nem csak az a probléma vele, hogy nagyon rossz szakpolitikai javaslatok árnyát veti elő, hanem az, hogy olyan kutatásmódszertani és olyan szakmai problémák vannak ezzel a jelentéssel, amelyek alapvető készségek, azt mutatja, alapvető elemzési és kritikai készségek hiányoznak azoknak a kollégáknak a fegyvertárából, akik ezeket az elemzéseket megcsinálják. Ami világosan mutatja, hogy mivel a magyar felsőoktatásnak a minőség ellenőrzése az nagyon mérsékelt állapotban van. Következésképpen azok, akik ezeket a jelentéseket írják, azok nem merem azt mondani, hogy tudatosan hamisítanak különböző állításokat, de nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan kell egy ilyen tanulmányt megírni. És még egy utolsó kérdés a végére, hogy említette, hogy nem a nőszervezeteknek kellene ugye hátávinni ezt az ügyet feltétlenül, akkor hogyan lehetne olyan értelemben ezt felerősíteni, például ezeket a hangokat, amiket ön is mond, ki által, hogyan, milyen szervezetek, kik tudnának ebben hatékonyan akkor közreműködni, vagy elég hangosak lenni, inkább akkor így kérdezem. Nincsen a zsebemben a bölcsek köve, de mondjuk van a Nők a Tudományban Egyesület, amelyik az elmúlt 20 évben már nagyon sok olyan programot szervezett, amelyik azzal foglalkozik, hogy a nők azok válasszanak a természettudományos pályát és atipikus pályát, ugye, mert a nőktől az várodik el, hogy csendesen olvasgassanak a sarokba, illetve gondoskodó munkát végezzenek, akkor a Magyar Tudományos Akadémiának is van egy elnöki bizottsága, amelyik a nők helyzetét vizsgálja a tudományban, nekik is, nekünk, mert is tagjuk, ennek a bizottságnak lehetne szavunk ezzel kapcsolatban. A különböző egyetemeknél is, tehát nagyon sokan sok helyen tehetnének valamit, hogyha úgy gondolnák, hogy ez fontos legyen, de lehet, hogy visszatérünk mondjuk 1988-ban, ahol például a jogi egyetemen a nőknek 5 ponttal többet kellett teljesíteni, hogy fölvegyék, és az első órán a jogi karnak a férfi professzorai elmondták, hogy azok a nők, akik azt tervezik, hogy családjuk legyen, és gyerekek szülnek, akkor jobb, ha el se kezdik az egyetemet. Lehet, hogy ide fogunk visszatérni, és ez a típusú megkülönböztető retorika és helyzet, ez már volt ugye a 80-as években, volt ugye a 20-as években, úgyhogy ez nem egy példa nélküli, és én nagyon el tudom képzelni, hogy az elkövetkező időszakban ebből a bizonyos fiókból előkerülnek olyan szakpolitikai javaslatok, hogy csak majd nézünk, ámulunk és bámulunk. És akkor még tényleg egy utolsó kérdés a végére, hogy mindezt egy picit ezt az egész helyzetet áthelyezve mondjuk a munkaerőpiacra, és mondjuk a kezdő, vagy aki mondjuk nőként próbál álláshoz jutni, ott ezek a szempontok még mindig
ugyanabban a formában vannak jelen, mint akár ezek szerint, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt? Mármint a gyerekvállalás is egyéb azért szempontból. Azért szögezzük le, igen, tehát azt szögezzük le, hogy minden, ami ebben a jelentésben van, az nem, az teljesen ellentétes a diszkriminációs, antidiszkriminációs törvénykezéssel, és szigorúan diszkriminatív, és ellentétes a különböző akár az alaptörvénnyel, amelyik elvileg egyenlő jogokat garantál a férfi és női állampolgárainak, valamint az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon alkalmazott, illetve adoptált antidiszkriminációs törvényekkel. Tehát minden, ami ebben benne van, az teljesen illegális. Na most, ugye mindenkinek joga van hülyének lenni, tehát bárki bármilyen jelentést írhat. Az lesz az elválasztó vonal, hogy előkerül-e abból a fiókból egy olyan szakpolitikai javaslat, amely megpróbálja a diszkriminatív ideológikus ötleteket valóban jogi jogszabályá átalakítani. Tehát itt lehet viccelődni, de azért ezek itt nagyon komoly jogi következményei vannak, hogyha valakit diszkrimináció ér. Az is biztos, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban nagyon sok energiát fektetett abba, hogy lebontsa azt a diszkrimináció elleni intézményre, elleni intézményrendszert, és ugye az ombuds ember, aki most ugye férfi, aki óvja a nők megkülönböztetését, azt lesüllyesztette a hierarchiában, és elvette a jogköreit. Tehát teljesen világos, hogy egy nagyon komoly, tudatos kormányzati politikáról van szó, amelyik leépíti az Európai Uniós csatlakozásnál kiépített intézményrendszert, annak érdekében, hogy egyrészt az egyének és az állampolgárok kiszolgáltatottabbnak érezzék magukat, másrészt, hogy ne legyen jogi akadálya annak, hogy az egyéneket kizsákmányolják, mint munkavállalókat. Tehát amikor visszatérve a kérdésére, világos, hogy nem lehet megkérdezni valakitől 2022 Magyarországán az, hogy hány gyereket akar és mik a tervei, de teljesen világos, hogy ez megtörténik tekintettel arra, hogy a munkavállaló rendkívül kiszolgáltatott, és nem tud hova menni ezzel a panaszával, mert hogy egyrészt nem tudja hova kell menni, és az intézményrendszert lebontották, és az intézményrendszer rosszul működik. Hú, hát nagyon elgondolkoztató volt, és azt hiszem, hogy folytatni érdemes majd még ezt a vitát, főleg, hogyha kiderülnek azok az oktatási stratégiák, amelyekről is beszélt, hogyha valamelyik fiókból majd előkerülnek, úgyhogy akkor beszélünk óra, addig is nagyon-nagyon szépen köszönöm Pető Andrea történésznek, az MTA doktorának, egyetemi tanárnak, hogy tudtunk beszélni erről. Köszönöm szépen önnek. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, én is. Viszont. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Jó napot kívánok, folytatjuk a beszólót egészen 4 óráig, a szerkesztő Tóró Nikolát, és két téma volt, most az egyikkel folytatjuk ezzel a bizonyos ÁSZ jelentéssel, amivel kapcsolatban az előbb Pető Andrea történésszel, egyetemi tanárral is beszélgettünk, és ő hát finoman szóval nagyon komoly kritikát fogalmazott meg ezzel a jelentéssel kapcsolatban, egyfajta politikai tudatosságot is feltételezhettünk mögötte, legalábbis ő így fogalmazott, hogy hogyan lehet értelmezni ezt az egész jelentést, azt Lanner Judit oktatáskutatóval folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó napot! Na kezdjük akkor ott, hogy magát a felvetést, azt hogyan értelmezik? Úgy értve, hogy itt a végkövetkeztetést, amiről itt szó volt, hogy a túl sok diplomás nő, ha túl sok a diplomás nő, már pedig túl sok, akkor csökken a házasság, és akkor ebből következően a gyerekek, gyerekszületések száma is. Ez mennyire függ így direkten össze szerint? Hát mondjuk ez a nem tudom, nem hallgattam Pető Andrát, hogy mit mondott előttem, de ez a tanulmány ez nagyon vegyes, tehát igazából vannak benne egészen meglepő következtetések, amikkel akár egyet is lehet érteni.
és hát vannak, amik ugye abszolút elfogadhatatlanok. Én nem tudom, hogy azt gondolom, hogy az alapvető, ha az alapból indulunk, a legnagyobb gond az, hogy itt van egy állami szervezet, amely tudományos tényekként közöl olyan dolgot, amik nem azok. Mire gondolom? Tehát én azt gondolom, hogy ha túllépünk most kicsit ezek a nő-férfi, van ennek egy szerintem sokkal hát ijesztőbb felülete, ez a tudománytalanságnak, tudományosság csomagolása, ráadásul állami intézmény által, hogy mire gondolok. A Facebookon is egyébként megjelent, tehát ugye onnantól kezdve, hogy a kérdésfeltevés, ugye, tehát azt mondjuk vissza lehet hozni, hogy, és ezt azt hiszem többen is foglalkoztak ezzel, hogy az, hogy túlreprezentáltsága a nőknek, ez már ugye egy eléggé hát prekoncepcióval terhelt állítás, ráadásul föl lehetett volna zönni ezt a kérdést úgy is, hogy miért nincs elég diplomás férfi, ugye ez egészen más színezetet ad. De ha utána azt gondoljuk, hogy végigmegyünk, hogy miről is szól ez a nem túl hosszú, egyébként 20 oldal és még 20 oldal a melléklet mellé, az azt látjuk, hogy már a szakirodalom elemzésben nagyon csúnya hibákat követtek el. Például Nagy Beátától hivatkoznak arra, hogy az ő tanulmányában ugye a szakirodalom azt állapítja meg, hogy a nők és vannak női és férfi tulajdonosok, és ezek elég szignifikánsan különböznek, miközben félbevágták a tőle idézett részt, és azt tovább, ha folytatjuk, akkor azt látjuk, hogy egyébként a tudomány arra jutott, hogy nem. Tehát a egyének közt nagyobbak a különbségek, mint a csoportok között. Vagy például én is szereplek, én ezt csak most vettem észre a Kubitom, tehát ez nekem nem is tűnt föl, hogy valóban ott a tanárszükségletről mi csináltunk egy kutatást, amiben hát azt idézték be, hogy hát elnőjesedett a pálya, hát ez olyan evidens, most, de emellett oda van írva, hogy ez is az oka a Pink Educationnek, majd is, hogy a nőknek jobb az oktatásban, és ott vagyok én mögötte, én az életben a számon ki nem ejtettem, és sem írtam ezt a fogalmat, hogy Pink Education. Miközben öntől hivat koztak erre a kifejezésre? Nem, közvetve, tehát ez olyan, közvetve. Ez már azért, ez egy kicsit az én úgy hivatkoztak, hogy és van, aki ugye föl rámutat arra, hogy jóval több a nő a pályán, ami lehet az oka a Pink Education-nek, ami ugye, és utána van az idő, tehát nem lehet tudni, hogy én tudom, hogy csak az első miatt idézhettek minket, de aki olvasott, nyugodtan gondolhatja azt is, hogy én erről is írtam. Ha utána azt nézzük, hogy ők mi, hogy utána egy kis kutatás is van, amit egy közvélemény kutatóintézettel csináltak, utána néztem, és hát egy néhány százas minta, tehát 300 szülő és 400 pedagógus, egy fordítva nem tudom. Szomorú, hogy a mintának, ugye, miután a pedagógusok közt több a nő, 65% a nő, meg a anyagot író 5 szerzőből is 4 nő, tehát ezt igazából azt is azért emeljük, hogy ezt nők hozták létre össze ezt az anyagot zömében. És a kérdőív pedig hát egyértelműen egy olyan attitűdökre kérdez rá, amiből kiderül, hogy a magyar társam nagyon előítéletes, de ők ezt már a szakirodalom meghamisítása által, tehát ahol már így, ahogy elmondtam, meghamisítva azt mondják, hogy vannak női és férfi tulajdonosok, így ez a kis közelkutatás socska már rögtön ilyen tudományos tényként tud bejönni a térbe, hogy na ugye, és akkor ezzel igazoljuk, hogy vannak külön fiú és lány tulajdonság. És a következtetés az egyik, ami igazából azt, hogy nem találnak párt a diplomás nők. Ez még csak nem is igaz, mert egyébként ha kell, akkor ők akkor középfokú végzettségű férfival, tehát vannak ilyen a tények alapján abszolút nem igaz, hogy nincs most idézőben lefele házasodás, de a másik, ami burkoltabb bennem, ahogy ez egy demográfiai problémát okoz, az meg aztán végképp a tények nem igazolják, mert éppen
az látszik, hogy a, és ez pont most ebben unikális a magyar széna, és a most folyó ilyen kohorszvizsgálat nagyon szépen rámutat, hogy egy ilyen U-görbét látunk. A legtöbb gyerek a iskolázottan fiatal lányok, vagy a iskolázottabb idősebb nők körében születik, tehát a középen van a probléma, a középfokú vezetésében. Tehát az egész anyag így, ahogy van, most túl az, hogy mit üzen, ott kéne meg elkezdeni, hogy hát hogy születhet ilyen anyag egy állami számvevőszék keretein belül, egy ilyen tudománytalan dolgozat, ami számtalan hamisítással és nem tudom mivel terhel. Tehát én azt gondolom, hogy ez talán a legnagyobb botrány az egészben, mert hogy innentől kezdve ezt látjuk, hogyha a tudomány felhigul, és innentől kezdve ugye a vélemény is ugyanazt annyit jelent, mint a tény, mert tulajdonképpen most erről szól ez a dolgozat, miközben ugye mégig arról van szó, hogy meg tudjuk az álhíreket különböztetni, vagy a véleményt a ténytől, na most ez az anyag már ezen itt elhasal. Tehát azt gondolom, hogy és innentől kezdve bármit üzen már hiteltelen, tehát persze utána beszéltünk arról, hogy mik ezek, és vannak érdekességek azért az anyagban, mert azért az nem teljesen érdektelen, hogy egy pedagógus mit gondol arról, hogy mit akceptálnak az oktatásban, ugyanis ő az, aki értékeli a dolgokat. Tehát az az egy dolog egyébként tényleg egy tényszerű kis morzsa az anyagban. Egy picit térjünk már vissza akkor ehhez a tanárügyhöz. Ugye ő, mint oktatáskutató, nyilván teljesen látja a tendenciákat, és ugye itt az az érdekes, hogy az elemzésben azt is írják, hogy ugye itt folyamatosan változott a nők aránya a felsőoktatásban, és egyre több nő került be a felsőoktatásba, a férfiak egyre nagyobb számban morzsolódtak le, és ugye ennek a következtében eltolódtak a nemi arányok, például már, mint ami az oktatás vagy a tanárok számát illeti. Ugye itt egyébként azért is néztem, vagy kíváncsi vagyok a számára, mert itt, amit én olvasok, hogy 82% a pedagógusok aránya a tanárok között, itt ez szerint, tehát ilyen számok jönnek elő, és mondván arra hivatkozva, hogy ezek a tendenciák, ezek sok-sok évre visszamenőleg igazolhatók. Hát azért tegyük tisztába a dolgot, az egész felsőoktatás területén, valóban a BA szinten 50% fölött van a nők aránya. Volt, amikor ez 56 volt, most lehet, hogy 53. Hát azért most ezt nem mondanám olyan hatalmas túlreprezentáltságnak, hogy mondjuk 2-3%-kal több nő van, mint ahány a népességben. Tehát már kezdjük itt, hogy ahhoz képest viszont nagy fejlődés van, hogy igen, sajnos a 20-as, 30-as években 10% vagy alatta, vagy volt, hogy benne volt az egyetemen, be se kerültek a nők, tehát ahhoz képest ez hatalmas fejlődés. Na most azon belül szakonként vannak nagyon drámai különbségek, de azért vannak nagyon fiús szakok is, most miért nem beszélünk erről, az informatika vagy a műszaki szakon szinte csak férfiak vannak. És nem is csak azért, mert eleve nem választanák a lányok, hanem, és ennek utána néztek, a PISA-ban is megnézték, hogy egy nagyon érdekes dolog van emögött. Az van ugyanis, még visszatérve, amit, és akkor ide vissza fogok jönni, csak egy kicsit egy ilyen kurflival, hogy igen, tehát a női pályák, igen, ott a pedagógusok, tehát pedagógus, egészségügy, és valamennyire a társam tudom, hogy bölcsész, ott a nők, és ugye tudjuk, hogy a mérnöki, műszaki és informatikán meg a férfiak, tehát van egy ilyen, ami egyébként máshol is van, de ilyen erőteljes különbség az kevésbé, tehát azért ez tényleg, de mind a két irányban, tehát akkor nyugodtan beszélnek arról is, hogy miért nincsenek a mérnök szakon meg nők. Na most nagyon szépen az anyag ír arról, de egyáltalán nem használja föl, hogy igen, a fiúkat főleg a szakképzésre tereljük, és onnan
nem olyan egyszerű a felsőoktatásba bekerülni. Tehát itt már látunk egy gond, egy problémát, de akkor ennek a mi lenne a megoldás az, hogy a szakképzést nyissuk meg az utakat a felsőoktatás felé. A másik, valóban nagyon nagy a lemorzsolódás a felsőoktatásban, a magyar felsőoktatásban a lemorzsolási arány a Európában legmagasabb, 40%. Tehát nagyon magas, igen. Nagyon magas. Tehát ez az egyik legnagyobb problémája a magyar felsőoktatásnak, erre külön uniós programokat indítottak, hogy hogyan lehetne ezt csökkenteni. És ezen belül valóban a fiúk minden szakon sokkal nagyobb arányban morzsolódnak le. Ennek viszont utána mentek páran, például Pusztai Gabrieláék a Debrecen Egyetemtől, hogy mi ennek az oka, és egyértelműen azt látták, hogy bizonyos kommunikációs szövegértés egy skillek hiánya okozza azt, hogy a fiúk hamarabb lemorzsolódnak. Nem igazán kérnek segítséget, nem tudják, hogy egymást nem segítik, nem mennek utána, stb. Tehát, ha úgy veszük, lányos tulajdonságok hiánya miatt morzsolódnak le a fiúk. És akkor most megyek vissza, amit elmondtam, hogy amikor megnézték a PISA-ba, hogy miért vannak kevesen az úgynevezett STEM, vagy hát MTMI, tehát a matematika, természettudomány, informatika szakokon, miért kevesebb a nő, akkor azt látták, hogy tulajdonképpen nem azért, mert nem tudnak meglépni, hanem a szövegértésben ők annyira előny, akkor az előnyük a fiúkkal szemben, hogy nekik mindig megéri inkább azon a területen maradni. Például a finn lányok abszolút nagyon jók matekból, és mégis inkább ők is, tehát nem csak magyar probléma ez a dolog. És a PISA kutatók pont azt mondták, hogy nem a lányokat kell abajgatni ezen a területen, hanem a fiúk szövegértési készségét kell jobban fejleszteni, mert addig nagyon aránytalan lesz, és a jó matekos lányok is inkább elmennek egyéb területekre, mert nekik ez még mindig jobban megéri mindent be, tehát ahogy milyen egyszerű bejutni, milyen elvégezni, stb., meg mennyire mondjuk a munka mennyire megfelelő. És például az informatika szak volt, azt hiszem a lányok 30-40%-a beírja a második vagy harmadiknak, csak hát első szakon őket már fölveszik valahova, és így nem kerülnek be, mert hát nem ez a labeling. És még számtalan probléma van, hogy miért, hogy a lányok ezt miért nem választják, például ezeken a szakokon meglévő férfias és csili légkör az teljesen kipréseli őket, de érdekes módon, ha bekerül valaki műszaki szakra, akár lány is, biztos, hogy kisebb eséllyel morzsolódik le, mint egy fiú, pont azért, mert a szövegértés és kommunikációs készségek terén a lányok előnyben vannak. Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondott, és nagyon sok mindent megmagyaráz szerintem egyébként azokból a kérdésekből, amiket itt az előbb próbáltunk boncolgatni, és akkor még itt a beszélgetés végére engedje meg, hogy egy aktualitást is előhozzak, mert hogy ugye kezdődik a tanév rövidesen, néhány nap múlva, és ugye a tanárok sokszor elmondták, hogy pedagógus szakszervezetek elsősorban, hogy komoly gondokkal küzdenek, így nyilván a tanárhiányra gondolok. Ön hogy látja, hogy mennyire lesz ez probléma most ebben a tanévben, vagy mennyire lesz ez más, vagy súlyosabb probléma, mint mondjuk a korábbi tanévekben, és ugye például itt megoldásként ugye a kormányzat az állt elő, hogy esetleg a nyugdíjas tanárokat érdemes lenne visszahívni különböző órákra, ahol tényleg komoly a hiány. Tehát ilyen típusú megoldások születtek, és hogy a kérdésed befejezve, tehát hogy ennek mennyire lehet mindez a megoldása? Hát akkor először az, hogy mennyire lesz probléma. Igen. Az a baj, hogy Magyarországon nagyon sok dolgot lenyelünk, tehát fékezett habzással elmegy az egészségügy, az oktatás is. Tehát azért Covid-ban is elég sokan meghaltak, mégsem történt semmi, és ugyanúgy a pedagógusok a hiány is ugyan lesz, de betömködik a lukakat. Majd lesz nem szakos helyettesítés, vagy ahogy eddig is csinálták, néha pedasszisztens fog tanítani, vagy bejön a töri tanár, ugye vagy a torna tanár, a töri tanár, igen. Vagy igen, nyugdíjast visszahívnak. Azzal az a probléma, hogy azért mi megnéztük el az összefüggéseket, és pont a kompetencia mérés eredményével összevetve azért azokban az iskolában, ahol arányaiban több a nyugdíjas, ott az eredmények gyengébbek, és azt gondolom, hogy azért tehát átmeneti megoldásnak a nyugdíjasokat be lehet hívni, de hát elfáradt nemzedék, és biztos, hogy tehát nem is a legkorszerűbb. Tehát azt gondolom, hogy
valami megoldás lesz, és valahogy Magyarországon az elmaradt haszont kevésbé érzékeljük. Tehát azt érzékelnék a szülők, a hirtelen bezár az iskola, és otthon maradnak a gyerekkel, és nem tudják hova tenni. De amíg az iskola kvázi gyerekfelügyeletként teszi a dolgát, addig azt kell mondanom, hogy a magyar társadalomnak kivétel egy kis rétegét, hát nem fogja ezt nagyon megborzongatni. Tehát el fog indulni a tanév, ha döcögve is. Szerintem el fog indulni, de senki ne gondolja azt, hogy nincsenek gondok. Tehát azt gondolom, hogy óriási gondok vannak, csak azok pont egy minőségi, tehát azon a szinten van a gondok, amit valahogy Magyarországon nem érzékelünk. Nekünk csak ilyen nagyon durva, én nem tudom milyen dolgokat tudunk érzékelni, az ilyen hosszú távon ható, mélybeható dolgokat, amik nem most fogják rögtön megmutatni a problémát, hanem mondjuk 10 év múlva, és akkor majd mindenki azt, hogy Jézus, hát tényleg, hát tudtuk volna csinálni, de hát, és akkor, szóval kéne egy kicsi előrelátás, egy kicsit jobban kéne a rendszert is ismerni, szóval és hát ugye minél kevésbé képzettek az emberek, annál kevésbé látják át a rendszert, és annál inkább megy egy fékezett habzású történet. Egyébként ugye most nagyon sokat hallani az Európai Bizottsággal való egyeztetés kapcsán is ugye a tanárokról, és a kormány is tulajdonképpen elismerte, hogy hát vannak problémák. Például a pedagógus életpálya modellelés, ugye erről szó is volt ebben a bizonyos levélben, amit az Európai Bizottságnak elküldtek, és hogy szó van arról, hogy mennyi minden reformra szorulna az oktatás. Ön mire gondol, vagy mit gondol, hogy lesz-e tényleges reform, lesz-e tényleges változás, és hogyha igen, akkor ez mennyire, és most a csakot idézőjelbe tettem, csak pénzkérdés. Hát itt szemléletváltásra van szükség, és az a baj, hogy ez nem látszik. Tehát azt látjuk, hogy befele másképp kommunikál a kormány, mint kifele. És ez most már egyébként látszik, hogy kifele mit kommunikál, mert az uniós pénzek az most eléggé reflektorfényben vannak. És ott való igaz, hogy ott kénytelen elismerni a dolgokat, mert hát ezek számok, tények, ez látható. Az azért problémásnak tartom, hogy a magyar kormány a pedagógusok fizetését az unióval akarja megoldani. Tehát azt gondolom, hogy ez itt kéne a szemléletváltozás, mert hogyha az oktatás valóban komoly, akkor vagy komolyan gondolják, stratégiai ágazatnak gondolják a jövő letéteményesének, akkor ebből a költségvetésből kell ezt folyamatosan és értékállóan intézni, nem pedig projektszerűen az uniós pénzekkel. Tehát azt gondolom, hogy és én értem az uniót, ő meg mindenáron szeretné, ha valami javulás lenne, de hát ez nem az uniós pénzek fogják megoldani. Tehát ez egy ilyen rókafogta-csuka helyzet. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye friss hír, talán ön is látta, sokan kicsit fölkapták a fejüket is, hogy 64 Magyarországi Egyetemen kezdik majd el oktatni a hallgatók körében a biztonságos esés technikáját. Nem tudom, hogy látta-e ezt a hírt. Csak egy kép jött be, de nem mélyedtem el benne. Hogy önvédelmi fogásokat tanítanak majd, és hogy ez tulajdonképpen bekerülhet esetleg a különböző tantervekbe is. Ezt egyébként Borti László akadémikus egyetemi tanárrektori konferencia elnöke írta alá. Biztos esés munkacsoport is van, és az elnöke, és ez egy ilyen sajtótájékoztató keretében beszéltek erről. Mi ez? Ön ezt tudja értelmezni? Jó, akkor inkább kezdjük. Akár ez egész jó ötlet is lehet, őszintén szólva. Tehát ugye egyrészt a sportnál az a probléma, hogy minden a versenysportra van a fölhúzva, és ezért az olyan, mint a tánc, vagy amiben a lányok is tudnának, ezok valahogy nem kerülnek így be. De pont egy ilyen, pont egy, ezt a versenyszerűséget egy kicsit oldaná. Tehát ilyen szempontból már egy jó dolog. Azt is el kell mondjam, amikor a lányaimat vittem kungfura, ők nagyon élvezték. Tehát a lányok számára iszonyú önbizalom növelő, hogy megtanulnak bizonyos fogásokat. És hát azt gondolom, hogy a koordináció, tehát ha úgy veszük a gondolkodás
az annál jobb, minél több neuronpályát összetünk kapcsolni, ami ez a mozgás, egy komplex mozgás segít. Tehát én most hármat is, tehát önmagában én nem tudom, miért kell ezen fölhorgadni, meg kell nézni, hogy konkrétan ez minek a tehát keretében és hogyan zajlik, de így összességében én erre biztos, hogy nem sziszennék föl. Tehát ne sziszenjünk fel, akkor legalább lehet, hogy ebből is még akár valami jó is kisülhet. Mindenesetre beszélünk majd még erről. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Lannert Judit oktatáskutatónak, hogy mindezt át tudtuk beszélni. Köszönöm ennek még egyszer, viszontlátásra. Viszont Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, már is folytatjuk a beszólót egészen 5 óráig, és ugye azzal kezdtük a mai adást, hogy mi történt, milyen tanulságai lehetnek például annak, ami a finn miniszterelnök nővel történt, ugye, ahogy megjelent például a közösségi médiában az, ami vele történt, ugye különböző buli videók szivárogtak ki azzal kapcsolatban, hogy bulizott, ahogy ő is mondta, táncolt, énekelt, de mindent teljesen jogszerűnek tett, és hogy egy hosszú estét töltött a barátaival, közepes mennyiséget ivott is, de hogy neki ezzel kapcsolatban nincs semmilyen takargatnivalója, és hogy neki is van családi élete, szakmai élete, és aztán utána ugye több felvétel is kiszivárgott azzal kapcsolatban, hogy bulizott, hogy lányokkal is táncolt, hogy kinek ki puszilt bele a táncpartnerének a nyakába, és aztán utána a közösségi médiában ez nagyon-nagyon futott, igyekezett leszögezni egyébként, hogy csak a barátokkal volt, és semmi nem történt, ahogy azt egyébként azt is tagadták aztán, hogy puszit adott volna. Szóval nagyon-nagyon sokféle jelenet megjelent ezzel kapcsolatban, hát óriás vízhangja volt egyébként, közösségi médiában, nemzetközi sajtóban is, úgyhogy óriási vízhangja volt. Ugye erről beszélgettünk a műsor első felében, hogy mi lehetett ennek az oka, és most ennek a jelenségnek a közösségi médiás hátteréről fogunk beszélgetni Forgás Mariannal, a Biszos a közösségi média szakértőjével. Szia, Mariam! Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Na, akkor nézzük a te megfejtésedet, hogy látod, mert biztos néztétek ezt, ugye óriási vízhangja volt ennek a közösségi médiának. Hogy csapódott le ez a buli úgy összességében a közösségi médiában, hogy látod? Hát, hogy összességében teljesen őszintén felszaladt a szemöldököm, amiért azért háborodunk fel, hogy valaki emberként viselkedett, és mert bulizni, és mert jól érezni magát. És ugye erről felvétel készült, oké, hogy neki van egy szerepe, és egyébként a finn miniszterelnök nő, de hogy azt gondolnám, hogy szerintem social médiás szemmel ebben azért annyira sok kivetnivaló nincs. Hát ehhez képest egy privát rendezvény volt, hát ehhez képest elképesztő visszhangja volt, nem csak a közösségi médiában. Politikai visszhangja. Tehát, hogy ez politikai szempontból támadható szerintem, mert hogy ugye a social médiában azzal vádolják a social médiát, hogy egy álságos képet fest elénk, ahol minden tökéletes, ahol mindenki gyönyörű, ugye kutatásokat hallhatunk arról, hogy a fiataloknak a testképzavarát mennyiben okozza a social média, hiszen nem a valóságot tükrözi. Erre itt a példa, tessék, ez a valóság, így tud egy felszabadult nő bulizni a barátaival, ami után meg mindenki a szívéhez kap, és vélt vagy valós sérelemmel próbálja ezt az eseményt kommentálni, hiszen mindenki előtt ott van a lehetőség, hogy véleményezze ezt a dolgot. És összességében mégis hogy látod, hogy csapódott ez le? Negatív volt inkább ránézve, vagy pozitív a közösségi média vízhang, hogyha lehet egyáltalán mérleget vonni, mert ugye nagyon sokan kiálltak mellette, posztoltak, különböző úgymond videókat tettek föl, hogy ezzel fejezik ki a szolidaritásukat felé. Tehát nagyon nagy vízhangja volt, hogy ha így mérlegre teszed, akkor hogy látod, inkább pozitív, negatív? Milyennek a tapasztalatod? Én azt gondolom, hogy szerintem azok is elkezdték követni a filmminiszterelnök a munkásságát, akik eddig nem tették. Azt, hogy kiáll mellette Hillary Clinton is, és nagyon komoly mozgalmat indít azzal, hogy szolidaritásukat fejezzék ki az északi nők, vagy bárki, aki bulizik, hogy ezt megteheti magának. Szerintem népszerűségi szempontból ez mindenképpen jól sült el. Viszont az, hogy ennek mi lesz a vége, és mondjuk milyen csontvázak fognak esetleg kipotyogni a szekrényből, azt nem tudom, hiszen ugye nem ez volt az első alkalom, amikor elkezdték őt támadni. Ugye korábban egy fesztiválon jelent meg, ahol
hát ugyanez meg, mint egy fesztiválozó, egy sortban, vakantban, és ugye emiatt is támadták. Szerintem ez egy komolyabb dolognak a része, és elképzelhetőnek tartom, hogy lesz még ennek folytatása. Uh-huh. Mit gondolsz egyébként, hogy politikai szempontból, mert ugye most arról beszéltek, hogy emberileg hogyan jelent ez meg, politikai szempontból lehet azt látni, hogy a közösségi média ezt hogyan kommunikálta, vagy hogyan, mármint nem a közösségi média, hanem politikai szempontból a politikusok hogyan használták ki ezt a lehetőséget számukra? Az, hogy megjelent volna ez a felvétel? Igen. Hát azt, hogy nem ismerem sajnos a finn politikai helyzetet, és nem tudom, hogy ott mennyire vannak többségben mondjuk a nők. Valahogy egy olyan sztereotípia él a fejemben, hogy valószínűleg ott picit nagyobb arányban vannak a hölgyek a parlamentben, mint mondjuk nálunk. Úgyhogy nem hiszem, hogy emiatt bármiféle sérelem érni őket, de egyébként szerintem nagyon nehéz nem politikai szempontból is nőként jelen lenni a social médiában, és mondjuk vezető szerepet, vagy valamilyen felelősségteljes szerepet betölteni, és úgy embernek megmaradni. Néhány évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem, hogy amerikai orvosokat, orvosnőket támadtak azzal, hogy elmentek szabadságra, és a szabadságuk alatt bikinis fotót posztoltak valamelyik social csatornát. Nem erotikus, bikinis fotót a nyaralásról. Tehát ezt próbálják valahogy az emberek fejéből, tehát hogy legyen emberi a social media, meg az, ahogyan ott szereplünk, de mégse legyen annyira emberi, mert hát hivatás, és ez ezzel jár. És ezt aztán utána fel lehet használni, akár politikai célokra, akár egyéb célokra, ami nem biztos, hogy szerencsés, de szerintem ennek lesz még sok-sok felvonása. Nagyon más lett volna a visszhangja szerinted közösségi médiában, hogyha nem nő a miniszterelnök, hanem férfi? Hát nehéz ezt megjósolni, mert hogy ugye Boris Johnson szintén egy bulizásba bukott bele, bár mondjuk az éppen az azért a COVID-os ügy volt, igen. Ott volt más árnyalata is ennek a dolognak. Szerintem talán megengedőbbek lettek volna az emberek, és tényleg azért nehéz ezt, mert hogy nem tudom, hogy mennyire prűd vagy álprűd ez a dolog, amit most így mindenki megnyilvánulhat ennek kapcsán, és elmondhatja a véleményét. Abban biztos vagyok, hogy sok-sok követőt szerzett ezzel a különböző social csatornáin, ha a finn miniszterelnök asszony, és így talán több emberhez eljutnak az ő nézetei. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen jó volt, de a PR csapatának ez egy komoly kihívás. Azt kétségtelen. Mit gondolsz egyébként, hogy ha már a PR csapatot emlegetted, hogy milyen volt az ő válságkommunikációja? Ha egyáltalán volt válságkommunikációja, elsősorban mondjuk a drogtesztre gondolok, mert sokan azt mondták, hogy az egy visszalépés volt ebből a szempontból, és elkezdett védekezni, hogy ő tulajdonképpen, hát, tehát hogy be kell bizonyítani azt, hogy ő nem fogyasztott például drogot. Ebből a szempontból milyen volt az ő válságkommunikációja, ha volt, mondom? Szerintem emberi volt, mert hogy ő megállt az újságíróknak kommunikált ezzel kapcsolatban, és nem gondolta azt, hogy mondjuk sérthetetlen, és majd egyszer csak elcsitul ez az egész, és neki elég csak csendben maradnia, vagy mondjuk ignorálnia az újságírói kérdéseket, amivel kapcsolatban láttuk már jó néhány példát. Mit gondolsz, hogy mi lesz hosszú távon, vagy mi lehet ennek a jelenségnek a következménye? Most arra gondolok, hogy mondjuk elősítheti az ő hitelességét, vagy akár az emberi oldalát, egy ilyen esemény, egy ilyen történet, egy ilyen idézőjelben vett lazább tartalom, vagy mondjuk akkor a politikusok innentől kezdve a jövőben aztán jól meggondolják, hogy ők most elmennek-e bulizni, hogy egyáltalán táncoljanak-e, nem tudom, egy magán buliban, egy rendezvényen, mert attól tartanak, hogy úristen, valaki felveszi, és kinyomja a Facebookra, vagy bárhova máshova, és aztán inkább egy picit, mert leülnek a sarokba, és nem fognak bulizni. Szóval mire gondolsz, hogy melyik lehet az irány? Hát én nagyon bízom benne, hogy nem az utóbbi lesz, mert hogy gyakorlatilag akkor megszűnnek emberek lenni, tehát hogy így ez hozzátartozik ahhoz, hogy néha jobb kedvünk van, néha rosszabb kedvünk. Ugye az, hogy most a szomszéd országban háború dúl, igen, megvisel minket, tudat alatt valószínűleg mindenkinek az életére rányomja a bélyegét, de ettől függetlenül az élet megy tovább, és ugye nem pityereg mindenki a sarokban. Ugye őt is azzal támadják, hogy elég rossz gazdasági helyzetben van Finnország, a Oroszországgal való viszonya is eléggé rossz, és hogy ő ennek ellenére tud bulizni. Én nagyon szeretném, hogyha senki nem gondolná azt, hogy a politikusok valahogy mégiscsak mások, mint mi, mert hogy ugyanúgy emberek,
bár példamutató annak kellene lenniük azért, hogy egy kicsit így követni tudjuk őket, hiszen mi választottuk őket, de viszonylag kevés példamutató politikus. Másképp kell nekik kommunikálni mondjuk a közösségi médiában? Tehát mindig a politikusi szerepet kell tartani? Oké, néha nem tudom, egy-egy lazább kép, vagy egy-egy videó, de azért oda kell figyelni, hogy mondjuk visszafogott legyen, elegáns legyen. Persze, mutassa meg az emberi oldalát, de azért egy picit odafigyeljen erre? Hát a social médiának pont az a lényege, hogy közvetlen. És ott lehet, ott párbeszéd alakul ki, tehát nem csak kiteszek, nem olyan, mint egy sajtótájékoztató, kiállok a mikrofon mögé, XY érzék kérdezhet, aztán véget ért az egész, és ennyit tudtam elmondani, hanem ott egy párbeszédnek kellene kialakulnia, sokkal lazábbnak, közvetlenebbnek kellene ennek lennie. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ugyanazt a stílust képviselni, mint mondjuk a parlamentben, hogy meghatározott megszólalási lehetősége van, és olyan szavakat kell használni, amit biztosan érteni fognak, és mondjuk az adott ügyet szolgálják, akkor az valószínűleg nem lesz annyira jó, és életidegen lesz a social platformokon, és nem fogják őt annyira szeretni. A trollok viszont annál inkább, akik tudják szedni. Ugye ez azért érdekes, amit mondasz most egy picit még ezen az eseten lovagolva, hogy ugye most a fényminiszterelnöknek már a szakmai kompetenciáját vonják kétségbe emiatt, mert hogy ugye, ahogy mondják, nyilván politikai célzattal persze, de hogy a hitelességét ásta alá ez a megjelenés, mert hogy egy miniszterelnöknek nem lehet így viselkedni, mert hogyha így viselkedik, akkor miniszterelnökként sem tudja megállni a helyét. Tehát ezt a következtetést vonják le. Tehát lehet, hogy politikailag neki ebből nem biztos, hogy, vagy inkább kára származhat talán. Ebből szerintem tényleg csak politikailag lehet rosszul kijönni, de ha most nem emlékszem pontosan, hogy melyik hölgy volt, de talán Új-Zélandon volt az a hölgy, aki röviddel a gyereke születése után visszament a parlamentbe, és volt olyan képes, amikor kendő alatt szoptatta a gyereket, ott is kapott hideget, meleget, mert hogy ez mennyire nem illik magához az intézményhez, és az anyaságot sem tudja megélni. Tehát mindenki talált benne olyan dolgot, amiben bele lehetett volna kötni. Ez a szép, és egyben a veszély is a social médiában, hogy mindenki véleményt mondhat, és azt hiszem, hogy gyorsan el fog terjedni, hiszen mindenki a social médiát használja. Mit gondolsz egyébként, hogyha ugyanez a történet Magyarországon zajlik, Magyarországon mondjuk egy magyar politikus nővel történik meg, az mennyire, hogyan csapódott volna le itt nálunk közösségi médiában? Hát ez egy nagyon magas labda, nem tudom, hogy lehet-e PC módon válaszolni. Volt már olyan politikusunk, aki részt vett buliban, és onnan emlékezetes módon távozott. Arra szerintem mindenki emlékszik, hogy csapódott le a social médiában, és milyen mémek születtek ezzel kapcsolatban. Na jó, és akkor ha már a magas labdát így lecsaptad, vagy félig meddig lecsaptattél egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye közösségi médiáról beszélünk, politikusokról, közszereplőkről, amit mondjuk kiteszünk a falunkra, közösségi médiás falunkra, az most már helyettesíti mondjuk akár a CV-t, vagy önéletrajzot, vagy aki mondjuk végignézi akár politikusnak ezt az oldalát, akkor azt úgy nézze már, mint egy ilyen referencia oldalt szinte? Hát ez mindenképpen őt mutatja, még akkor is, hogyha mondjuk nem politikus, hanem egy hétköznapi ember, aki megpályázott egy pozíciót egy munkahelyen, tehát hogy ez mindenképpen minket tükröz, úgyhogy ezért is érdemes minimális öncenzúrát gyakorolni, tehát nem biztos, hogy ha már a bulizásról beszélünk, akkor azt kell megosztani, hogy teljesen kiütve mennyire jól éreztük magunkat a sarokban, vagy milyen vicces volt, hogy a többiek mit csináltak velünk, mert úgy gondoljunk arra, hogy mi lesz, hogyha mondjuk szeretnénk egy pozíciót megpályázni, és ezt látják rólunk az emberek, ha politikus, ha nem politikus. Tehát ez szerintem mindenképpen fontos, hogy figyeljünk oda. Egyébként, hogyha elkövetünk egy hibát, mint mondjuk, ha annak tekintjük persze, amit mondjuk a fényminiszterelnök tett, és valami olyasmi szivárok ki, ami kellemetlen, ami ciki, vagy akár valamilyen negatív töltet hír, akkor azt mondjuk kommunikációval mennyi idő alatt lehet visszafordítani, vagy megfordítani, vagy mennyi idő alatt lehet elfelejteni egy ilyen történet. Tehát azt szokták mondani, hogy nagyon gyorsan születnek az új posztok, az új információk, az új hírek, és hogy gyorsan túl leszünk ezeken a híreken, de mondjuk egy ilyen típusú híren is? Hát ugye azt mondják, hogy az internet és az internet éppen nem felejt, tovább tudunk lépni, de azért emlékezni fogunk ezekre. Ha mondjuk hazai botrányokra emlékszünk, nem feltétlenül politikai botrányokra, de
de olyan beszólásokra, hogy mondjuk a nők szülés után milyen testalkatúvá válnak, és akkor azt a férfiak, hogy tudják kezelni a hálószobában, az is ugye elmúlt. Utána érkezett a következő botrány az adott személytől. Tényleg próbálok senkinek a lelkében nem beletaposni és virágnyelven fogalmazni, de szerintem mindenki tudja, hogy kiről beszélek. Tehát, hogy ezek megvannak, és így egy idő után valamilyen szinten a hétköznapi embereknek a memóriájából, ha nem is törlődik, de háttérbe szorul, megszületnek, amilyenek nevetünk rajta, és jön a következő, és újra jön valami. Tehát, hogy iszonyúan pörög, és rengeteg információ van a social térben, úgyhogy mindig lesz valami új, amivel el tudnak szórakozni az emberek, mémeket tudnak gyártani, és csámcsogni tudnak rajta. Na jó, hát akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul mindez, és hogy mennyi idő alatt fog elmúlni ez a film miniszterelnök esetében, vagy esetleg az jön be, amit te is jósoltál, hogy esetleg ez mi folytatódik, ez a történet, és újabb részletek derülhetnek ki, úgyhogy meglátjuk. Forgács Mariannak, a Vízfosok közösségi média szakértőnek. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, szia. Én is, szép délután. Szia. És ennyi fért a mai beszólóba, gyorsan eltelt, mindenképpen érdekes volt és tanulságos a beszélgetés, viszont ennyi fért már a műsorba, holnap a szokásos időben természetesen ugyancsak lesz beszóló délután 3 órakor, mára pedig elköszönök önöktől, illetve Túró Nikolett nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnest hallották.